elégítéséről. Hagyják már végre abba azt a süketelést, amit itt fülke forradalomról folytatnak hónapok óta. Beszéljünk világosan. Ez a történet arról szól, hogy önök elég nagy fába vágták a fejszét akkor, amikor meghirdették az egykulcsos adórendszert. A legfrissebb számítások szerint az egykulcsos SZIA-nak a bevezetése legalább 500 milliárd forintos lyukat fog ütni a költségvetés falán. Önök egy olyan egykulcsos adórendszernek a bevezetésére készülnek, ami egy nagyon durva és igazságtalan jövedelem átrendezéshez fog vezetni. Ugyanakkor önök is pontosan tudják, hogy ezt a lyukat akkor sem lehetne a 98%-os adóval betömködni, hogyha az Alkotmánybíróság nem olyan döntést hozott volna a múlt héten, amilyen döntést hozott. Ezt önök pontosan tudják. Nem véletlen az, hogy a beterjesztett költségvetésben önök a magánnyugdíj pénztári befizetésekkel már, mint bevétellel számolnak. Nagy kérdés, hogy jövő évben az Európai Unió is fog-e számolni ezekkel, mint költségvetési bevételekkel. Nagy kérdés, hogyha például az Európai Unió nem fogja elfogadni azt, hogy a magánnyugdíj pénztári befizetéseket önök így könyvelik el, akkor mi lesz a költségvetési hiánnyal? Erről kéne beszélni. Arról kéne beszélni, hogy önök egy költségvetési vakrepülésbe kezdtek, és most azt a kérdést teszik fel, hogy az egykulcsos áfát választja a parlament, vagy pedig az alkotmányosságot. Ha önök ennél a kérdésnél az egykulcsos adórendszer mellett teszik le a voksukat, akkor azt mondják, hogy egyfelől végrehajtanak egy nagyon durva jövedelmi átrendezést, ami a kiskeresetűek, ami a szegényebb emberek kárára fog válni, de itt nem állnak meg. Abban az esetben, ha önök az egykulcsos adórendszer helyett az alkotmányosságot dobják ki az ablakon, akkor az fog történni, hogy a magyar emberek számára nem lesz semmilyen végső menedék akkor, amikor a kormány a zsebükben elkezd turkálni. Nem lesz semmilyen biztosíték az emberek kezében akkor, hogyha a megtakarításaikat államilag legalizált sikkasztásként az állam szabadon felkívánja használni. Erről van szó. Erről van szó. Beszéljünk tisztán és világosan. Arról van szó, hogyha önök ezt az alkotmánymódosítást elfogadják, akkor hogyha mondjuk gondol egyet a kormány, és mondjuk egy új adófajtát kíván bevezetni, hívjuk mondjuk kormányzati negyednek, akkor nem lesz alkotmánybíróság, amelyik erre azt fogja mondani, hogy ez abszurdum. Éppen ezért nagyon fontos, hogy világosan lássuk, hogy mi ennek a mai vitának a tétje. Ennek a vitának nem az a tétje, hogy a szocialista miniszterek mekkora végkielégítést vettek föl, a szocialista miniszterek pontosan úgy és annyi végkielégítést vettek föl, amennyi végkielégítést és amilyen törvényes alapon a fideszes miniszterek 2002-ben felvettek. Pontosan tudják önök is, hogy ez az érvelés egy retorikai szemfényvesztés. Pontosan tudják azt, hogy itt nem a 98%-os adóról megy a játék, hanem arról, hogy a múlt héten elfogadott magánnyugdíj pénztári törvények hatályos alkotmány alapján a 95-ös alkotmánybírósági határozat fényében nem állják ki az alkotmányosság próbáját. Erről kell beszélni. És hogyha a 98%-os adónál tartunk, itt is jó lenne világosan látni a dolgokat. Az LMP júniusban beterjesztett egy módosítást az önök akkori alkotmánymódosítási kezdeményezéséhez. Az a helyzet, hogy akkor önök ugye a BKV végkielégítésekre alapozták az alkotmánymódosítási kezdeményezésüket. Viszont az a szomorú hír, hogy amennyiben hatályba lép a 98%-os adóról szóló törvény, ebben az esetben a BKV-s végkielégítéseknek a legnagyobb kedvezményezettje, Szilágyiné Szalai Eleonóra, röhögni fog a markába. Ezt kell elmondani az embereknek. Az önök törvénymódosítása alapján azok, akik tisztességtelenül húztak hasznot a BKV-ból 2009-ben, 2008-ban, semmiféle visszafizetési kötelezettséggel nem fognak tartozni a köznek. Az LMP-nek a módosító javaslata viszont arra vonatkozott, hogy nyissuk fel a munkajogi szabályrendszert a jó erkölcsbe ütközés polgárjogi kategóriája előtt. Mi azt javasoltuk, hogy polgárjogi úton ezeket a ebből szerzett jószágokat vissza lehessen perelni. Önök nem voltak nyitottak erre a javaslatra. Mi azt mondtuk, hogy ha önök egyszer egy olyan kormányprogrammal állnak elő, hogy egyszerűsíteni kívánják az adórendszert,
Ha önök egyszer azt mondják, hogy megkívánják erősíteni a jogállamiságot, akkor mindezekhez méltó eszközöket kell választani. Az a helyzet, hogy jelenleg a munkajogi szabályok alapján nem lehet jó erkölcsbe ütköző menedzser szerződéseket vagy egyedi munkáltatói döntéseket megtámadni bíróság előtt. A mi javaslatunk arra vonatkozik, hogy nyissuk föl ezt a kaput. Adott esetben az alkotmányban teremtsük meg az alapját arra, hogy 3 évre visszamenőleg vissza lehessen perelni a tisztességtelenül jó erkölcsbe ütköző módon kifizetett menedzseri jutalmakat, fizetéseket, mi egymást. Önök ebben nem partnerek. Ellenben, hogy miközben az önök 98%-os adója nem fogja sújtani Szilágyiné Szalai Eleonórát, és nem fogja sújtani azokat sem, akik egyébként a Fidesz kormány tagjaiként nyaltak föl busás végkielégítéseket, sőt tovább megyek, nem fogja sújtani azt a mai kormánypárti képviselőt sem, aki az elmúlt 4 évben 18 millió forint költségtérítést vett fel, mert ez az önök rendszerében nem számít jó erkölcsbe ütköző kifizetésnek. Én akkor most felolvasnék néhány levelet, amit kaptam közalkalmazottaktól, hogy egyébként kiket sújt igazságtalanul az önök törvényjavaslata. A következő levelet idézek. Több mint 38 évet dolgoztam közalkalmazottként egy egészségügyi intézménynél. Tavaly több betegségem miatt hosszabb ideig táppénzen voltam. Munkába álláshoz szükséges alkalmassági vizsgálaton az üzemorvos egészségügyi alkalmatlanságot állapított meg. Tehát nem szakmai okokból bocsátották el. Munkáltatom végzettségemnek megfelelő munkakört nem tudott felajánlani, így 2010. január 15-tel kezdődően 8 hónap felmondási idővel 2010. szeptember 15-tel munkaviszonyomat megszüntette. A felmondási idő tartamára az egészségügyi alkalmatlanság miatt munkavégzés alól felmentett. A törvényben előírt 8+4 hónap végkielégítést állapított meg. És nem sorolom tovább. Majd azt mondja a levélíró, esetem is nehezen hasonlítható a 100 milliós végkielégítésekhez. De tudok mondani még egyet. Röviden leírnám helyzetemet, hogy ezzel is árnyaltabbá tegyem a képet a különadó ügyében. 39 éve dolgozom köztisztviselőként. 7 éve súlyos gyógyíthatatlan betegségben szenvedek. Ez évtől már nem tudtam ellátni munkakörömet, ezért egészségügyi alkalmatlanság címén felmentettek. Természetesen a 8 hónap felmentési időt sem tudtam ledolgozni, ezért ez beszámít a különadó alapjába. A megállapított 6 havi végkielégítés úgy szintén. Havi bruttó 194 ezer forint jövedelmemmel számítva, bruttó 2 millió 716 ezer forint járna nekem erre az időre. A törvény értelmében a 716 ezer forint után 98% különadót kell fizetnem, tehát visszavonnak tőlem 701 680 forintot. Nem sorolom tovább. Kérem Lázár képviselőtársat, a címek, az elérhetőségek nálam vannak. Ezeknek az állampolgároknak nézzen a szemébe akkor, amikor cinikusan hivatkozik azokra, akiket egyébként alkalmatlanság miatt kéne kirugdosni. Erről van szó, önök egyébként önhibájukon kívül hurcolnak meg embereket, önhibájukon kívül kergetnek embereket olyan helyzetbe, hogy a tisztességgel megkeresett jövedelmüket nem vehetik fel, tisztességgel megkeresett jövedelmüket húzzák önök vissza, és nem lesz Magyarországon többé olyan intézmény, ami ilyenkor a hatalmi visszaélésektől meg tudja védeni a tisztességgel dolgozó állampolgárt. Erről van szó. És még valami. Akkor, amikor önök megoldásokat keresnek, eszük ágába se jut többfajta alternatíván gondolkodni. Akkor, amikor a tisztességtelenül kifizetett végkielégítésekről van szó, akkor határozzuk meg, hogy miről beszélünk. Ha az MFB-nél valóban pofátlanul kifizetett végkielégítésekről van szó, akkor tessék erről beszélni. Akkor erre kell megalkotni a megfelelő törvényjavaslatokat, akkor tessék érdemben mérlegre tenni az ellenzék, például az LMP által benyújtott módosító javaslatokat. De nyilvánvalóan nem erről van szó, önmagában a 98%-os adó kérdése föl sem vetné az Alkotmánybíróság hatáskörének csorbítását, pontosan tudják önök is, és nyilván ezért is szégyellik magukat emiatt a mai vita miatt, hogy ami fölveti az Alkotmánybíróság hatáskörének a csorbítását az, hogy kérdésessé vált, hogy ezt a költségvetést jövőre önök hogyan fogják tudni alkotmányosan végrehajtani. Az ország jövője nagyban függ, képviselőtársam, a magyar demokrácia minőségétől is. És ha ebben kételkednek, akkor én szeretnék utalni még egyszer arra,
hogy akkor, amikor önök a választóikra hivatkoznak, fülkeforradalomról hadoválnak, akkor talán meg kéne nézni azt, hogy mi szerepelt az önök választási ígéreteiben. Az, hogy mindennek kiinduló pontja, hogy maga az állam is törvénytisztelő legyen. A normakövetés nem csak az állampolgároktól elvárt kötelesség, hanem a hatalomgyakorlókkal szemben is alapvető követelmény. A jogállami keretek között elfogadhatatlan, hogy parlamenti többsége birtokában a kormány alkotmánysértő törvények sorával bizonytalanítsa el állampolgárait, sodorja veszélybe a jogbiztonság alapelvét. Ez a Nemzeti Ügyek Programjának Navracsics Tibor által jegyzett része. Önök nem végrehajtják a választópolgárok akaratát, egész egyszerűen megszegték a szavukat. Nem aszerint cselekszenek, amit a választási kampányban egyébként az önök szavazóinak elmondtak. És akkor térjünk rá magára az alkotmánybírósági törvény módosítására. Itt fölmerül ugye egy vita, és a folyósókon, színfalak mögött ugye sokan újra melegítették azt a témát, ami 1989 előtt merült fel, hogy akkor, amikor a népszuverenitás kifejezője a parlament, akkor egyáltalán hogyan gondoljuk azt, hogy a parlament által választott taláros testület korlátozni merészeli, úgy tetszik, a szuverén hatalom kifejeződését. Kilényi Géza egyetemi tanár, az első alkotmánybíróság tagja, erre a vitára a 90-es évek elején a következőképpen emlékezett vissza. Magyarországon nem annyira a tudomány világából, inkább a politika és a politikai publicisztika köréből voltak néhányan, akik az alkotmánybíróság működésének kezdetén egy jogintézménytől magát a demokráciát féltették, mondván, micsoda antidemokratikus dolog, hogy 5, később 10 taláros ember jogosult megsemmisíteni a népválasztott küldöttei által alkotott törvényeket. Ám mindazok, akik ekként gondolkoznak, épp a legalapvetőbb dolgot hagyják figyelmen kívül. Azt tudnélik, hogy a demokratikus jogállam épp az államszervezet felépítésének és működésének legfontosabb alapelvét illetően különbözik a bolsevik típusú diktatúrától. Az utóbbi a hatalom egyközpontúságát vallja, és e hatalmi rendszerben az államhatalom legfelsőbb szervének hatalma legalábbis a deklarációk szintjén korlátlan és korlátozhatatlan. Magyarul, akik szembe mennek azzal, amit Kilényi professzor maga is mond, és amit egyébként jó néhányszor az alkotmánybírák elmondtak tudományos konferenciákon, illetve alkotmánybírósági döntésekben is, az valójában az egyközpontú, kinek-kinek ízlése szerint jakobinus vagy éppen bolsevik hatalomirányítási technológiát sírja vissza. Önök, hogyha nem hisznek abban, hogy egy alkotmányos demokrácia arról szól, hogy még a parlament hatalma sem korlátlan, önök ebben az esetben nagy sajnálattal azt kell mondjam, nem hisznek az alkotmányos demokráciában. A másik kérdés, ami többször fölmerült az alkotmány előkészítés vitája során is, hogy egyáltalán önálló hatalmi ágról beszélünk-e, amikor az alkotmánybíróság alkotmányos szerepét taglaljuk. Én szintén egy olyan szerzőt szeretnék megidézni önöknek, akire valamikor a Fidesz alapítói és azok, akik a Fidesz részéről a Nemzeti Kerekasztal tárgyalásokban részt vettek, kedvel vitatkoztak. Bibó Istvánra utalnék. Bibó István azt mondta 1947-ben, azt írta az akadémiai székfoglalójában, az államelmélet jelenségeinek az elemzése során arra mutatott rá, hogy az állam feltételezett egységei szuverenitása mögött a hatalmi gócok sokasága áll, főleg a gazdasági élet nagy érdekképviseletei szervezetei formájában, másrészt a helyes államfejlődés kirajzoló politika iránymutatás síkján. Majd folytatja tovább Bibó. Egészen másképpen alakul azonban a helyzet, ha a hatalmak elválasztásának elvét kiemeljük abból a lomtárból, ahová a politikai intenciók és a nehézkes elméletiesség vaskalapossága vetették, és beállítjuk az európai társadalom fejlődés a ma másfél évezredes tradíciójába, mely a hatalomkoncentrációval szembeállítja a hatalomgyakorlás észszerű, emberséges és igazságos célját, és csak is ennek a célnak jegyében teszi lehetővé a hatalom önigazolását. És kiemeljük a hatalmak elválasztásának elvéből azt a tartalmat, hogy a hatalomnak erkölcsi igazolásra való szorítását, technikailag a hatalomkoncentráció megbontása, a funkciók tagolása és egymással szemben álló különleges öntudatot kialakító hatalmi centrumok kiépítése révén lehet legeredményesebben elérni.